Tyler Lockett. Az amerikai foci ligában Tyler Lockett sokoldalú tehetség, egy ösztönösen és kreatívan játszó irányító, aki mind elkapóként, mind pedig visszafutóként is játszik. Lockett nem csak akkor tárja ki a szívét, amikor a pályán játszik. Hogyan tudhatod azt, hogy mi kell nekem, ha sose voltál a helyemben? Könnyű skatujába zárni magam és így élni a világban, míg megpróbálok szabad lenni. Hogy mit akarok mondani az embereknek, és mit szeretnék láttatni a nézőpontomból. Szeretnék mindenkire hatással lenni, akárhol is van. Ahogy a beszéd művészetében, úgy a futballban is lehetősége nyílik arra, hogy kreatív legyen. Mire gondol, mit lát, amikor megkapja a labdát egy visszafutáshoz? Csak az üres területet látom. Persze van stratégiánk, de vannak olyan helyek, melyek megürülnek, és meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet előállítani. Illetve bízni azokban, akik körülöttem vannak. Képesnek kell lenni a blokkokat felállítani, tehát tanulni kell, hogy hogyan tudok kreatív lenni, de azt is, hogy olyan helyzetbe hozzam magam, amelyben segítem a csapatot. Tyler, mi az a képesség, ami a visszafutó és az elkapó pozícióhoz is szükséges? Először is értékrenddel kell bírnod, mivel az NFL-ben minden arról szól, hogy tegyél meg minél többet. Ahhoz, hogy elkapó és visszafutó is legyek, egy megfelelő pozíciót kell felvennem a csapat felállásnál. Amikor egy visszafutásos játék van, akkor képesnek kell lenni átállni a védekezésre. Enyém a döntés, hogy mi történik, elkapom-e a labdát, vagy elfutok, de az a dolgom, hogy pontot szerezzek. Úgy tűnik, hogy ebben sok kreativitás van, és ez önnek kedvez. Vannak hasonlóságok a költői mi volta és a futballjátékos szerepe között? Az embernek képesnek kell lennie a kreativitásra, de szerintem arra is képesnek kell lenni, hogy a többiek is higgyenek abban, amit csinál, és szerintem ez a legnagyobb dolog. Mert amikor egy bizonyos útvonalon el akarok futni, és a többieknek jelzek, akkor abban nekik is hinni kell. Ha nem hiszek a saját költészetemben, akkor másra sincs hatással. Mit tart vonzónak a spoken word kifejezési formájában? Az én költeményeimben, ahelyett, hogy másokra mutogatnék, saját magamról beszélek, mert így könnyebb az embereknek a szöveghez kapcsolódnia. Ez elveszi azt az érzést, hogy az emberek azért nem akarnak elfogadni valamit, mert az vádolja őket. Így megragadhatják, amit mondok. Ezért igyekszem úgy fogalmazni, hogy mindenki tudjon kapcsolódni a szöveghez. Mi lenne a legjobb dolog, ami önnel történhet? Hol és hogyan szeretne hatást gyakorolni? Nem mindig teszem bele a szövegbe a reménység üzenetét, de van, amikor igen. Egyik barátom egyszer elmondta, hogy öngyilkosságot akart elkövetni. Ez bele kellett tennem egy költeménybe. Ahhoz, hogy kihozzam őt a sötétségből, fel kellett kapcsolni neki a villanyt, hogy lássa, igenis fontos és értékes az élete. Ezek olyan kis analógiák, amiket az emberek meg tudnak ragadni és meg is értenek. Ott vagyok, ahol szeretnék lenni. Pontosan tudom, hogy mi akarok lenni, hogyan fogom a célom elérni. Ezért prédikálok. Ha prédikálok, akkor úgy is kell élnem. Hú, ezt jól mondta. A szavai önt is változtatják. Hogy éli meg azt, amit prédikál? Úgy, hogy mindig számon kérhető vagyok. Ha nem vagyok számon kérhető, ha nincs ott valaki, aki ösztönöz vagy segít, akkor meg kell tanulni azt, hogy saját magamat ösztönözem és segítsem, mert különben egy idő után elszigetelődök. Minél közelebb kerülök Istenhez, annál könnyebb megváltozni, mert akkor ez magától történik. A lényeg az, hogy minél közelebb kerüljünk Istenhez. Felfogod, hogy milyen árat fizettek, érted? Hogy Jézus hogyan halt meg a kereszten, érted? És az árat kifizette? A spoken word azt jelenti kimondott szó, ige, a Szentírásra is ezzel a kifejezéssel utalunk. Ez az ön számára másnak tűnik, vagy máshogy hangzik? A Szentírás olyan helyzetekről beszél, amelyeket én is megpróbálok beletenni a verseimbe, amire aztán az emberek azt mondják, na hát már értem. Szerintem, amikor az igét olvassuk, elkezdjük látni azokat az apró dolgokat, amelyek az életünket nagyban befolyásolják. Sokan fognak figyelni rád, de ha helyesen élsz, akkor felismerik, hogy Jézus Krisztus az, aki hiányzik nekik. Ő a hiányzó darab ahhoz, hogy a kirakót befejezzük. Hogyan formálta a megváltójával való közösség? Őszintén szólva, nekem ő a minden. Az ember eljut arra a pontra, ahol azt mondja, többnek kell lennie. Mi az, ami folyamatosan motivál? Vagy mi az, ami célt ad nekem, hogy ne legyek depressziós, ne aggódjak, ne féljek a haláltól? És az egyetlen, ami folyamatosan előre visz, az Istenbe vetett hit. És hogy Jézus eljött, és mindenkiért meghalt. Ő mindent megadott ahhoz, hogy egy teljes, hálával teli életet éljünk.